Nemzetközi Néptánc Fesztivál idén sem lesz, helyette egy rövidebb, elsősorban a hazai előadókra koncentráló rendezvénysorozatra várják a népi kultúra szerelmeseit. Ez pedig nem más, mint egy nyíregyházi folkfélhét, amelyet 2 évvel ezelőtt rendeztek meg először. Akkor bíztak benne, hogy visszatérhetnek a korábban megszokott nemzetközi fesztiválhoz, a körülmények azonban másképp alakultak. 2 évvel ezelőtt azért kellett folkfélhetet rendeznünk, mert a pandémia után még nem lehetett külföldi együtteseket hívnunk. Az idén pedig azért kell, mert az azóta eltelt időszakban a pénzügyi helyzet olyan módon változott meg, hogy nem sikerült annyi támogatást szerezni, hogy meg lehessen szervezni az elmaradt 10. Nyílség Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Hát 2 éve kellett volna a 10. megrendezni, aztán most is arra pályáztunk, hogy na most 10., de nem sikerült, úgyhogy így maradt a folkfélhét. De ez egyébként csak időben lesz kevésbé látványos és színvonalas, mert ugyanolyan lesz, mint szokott lenni. Egy kivétellel, hogy külföldi együttesek nincsenek, de egy azért mégis van, hiszen mindig szoktunk hívni egy határon túli magyar együttest, tehát most is Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről érkezik majd a 3 szék néptánc együttese. A program sorozat nem ezzel, hanem az itthon Nyíregyházán gála műsorral kezdődik, ahol a Nyíregyházán működő nagy néptáncos műhelyek és meghívott vendégeik közös gála műsora várja az érdeklődőket. 19-én a Duna Művész Együttes 7 torony című produkcióját lehet megtekinteni. A táncszínházi előadás arra vállalkozik, hogy Makovecz Imre gondolkodásmódját, műveinek komplexitását a tánc nyelvén fogalmazza meg. 20-án pedig államalapító Szent István ünnepség sorozata várja a kultúra iránt érdeklődőket. 18 órakor, 6-kor itt a Kossuth téren lesz az ünnepi közgyűlés, ahol a kitüntetések átadására kerül sor a díszpolgár és az életműdíjakra, és hát egy szokásos kulturális műsor is lesz kenyérszenteléssel, és most ebben az évben, mivel most ez a néptáncosok, a néptánc program nyara, a folkfélhét záró gála műsorra lesz a szabadtéri színpadon, illetve itt a Kossuth téren is lesz a kitüntetések átadása után egy kulturális program. Mind a kettő véget ér 9:30, mert 10 órakor pedig az évi egyszeri szokásos tűzijátékon kezdődik. A felejthetetlen élményeket, különleges táncos megmozdulásokat és zenei csemegéket augusztus 18-a és 20-a között láthatják az érdeklődők Nyíregyházán, a Kossuth téren, a Váci Mihály Kulturális Központban, valamint a Rózsakert szabadtéri színpadon.